Ezeken a fotókon a fiúk arca azért van eltakarva, mert bűncselekményt követtek el. A három fős opályi banda boltba, presszóba és pékségbe is betört, sőt bántalmaztak is egy férfit, hogy mobiltelefonját megszerezzék. A legfiatalabb közülük mindössze 13 éves. Jelenleg őrizetben vannak. A megyei rendőrség adatai szerint a fiatalok mintegy 65%-ban vagyonelleni bűncselekményeket követnek el. Túlnyomó többsége az vagyonelleni bűncselekmény, de a fiatalokra jellemző az ilyen garázda jellegű cselekmény. Sajnos náluk a csoportos elkövetés is jellemző. Ezt tudni kell, hogy ez a büntető jogunk szerint ez súlyosabban minősül ez a cselekmény. Tehát általában többen vannak, csapatba verődve követik el ezeket a cselekményeket, sajnos ennek magasabb így a büntetési tétele. Azért, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben élő gyerekek ne váljanak elkövetővé vagy áldozattá, számos programot indított a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. Összesen 42 pályázatot hirdettek, az egyiket itt Tiszadobon indította a megyei rendőrfőkapitányság. A gyermekvédelmi központ lakói tánc és zeneoktatáson vehettek részt. A zene is egy olyan emberi tevékenység, amely nagy szorgalmat, nagy munkaigényű, erős jellemformáló, és erősen kötődik, mert egy fegyelmezett, rendszeres munkát igényel, a közösségi munka, az együtt munkálkodást is megtanítja a fiataloknak, és rengeteg képzésük és oktatásuk, zenei képzések, oktatások során rengeteg értéket lehet közvetíteni. A program záró rendezvényén a gyerekekbe is mutatták, mit sikerült elsajátítani. Egy csoport autentikus cigánytáncokat tanult. A gyerekek azt mondták, nagyon jól érezték magukat a táncórákon, ilyenkor kevesebbet gondoltak arra, miért kerültek gyermekotthonba. Nagyon jól éreztem magamat, mert azt éreztem, hogy nem vagyok elveszett ebben a nagy világban, és ugye az emberek, az állami gondozott gyerekekről nagyon rossz véleménnyel vannak, és mi ezt így próbáljuk ennek a keretében ezt megmutatni, hogy ez nem így van, így a világgal szeretnénk tudatni, hogy itt is van élet. Szakemberek szerint az ilyen programok valódi alternatívát kínálnak a fiataloknak arra, hogy hasznosan töltsék el szabadidejüket. Ezért a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a továbbiakban is támogat majd hasonló kezdeményezéseket.